Jó reggelt kívánok mindenkinek! Hát tegnap este a rakodást azt jól elhúzták, a lerakást, amennyire csak lehetett. Úgyhogy 9 órás volt a rakodás, azt mondjam, 9:30 körül fogtak hozzá. Na hát, ez van. Ma reggel viszont 6 órás lett volna a felrakó. De hát én tegnap este 10 óra 20-kor tudtam megállni. Ami annyit jelent, hogy ma reggel 7 óra 20-kor telt le a pihenő. Ugye, mert 9 órát, minimum 9 órát állni kell. Úgyhogy ezért most tudok elindulni. 7 óra 39 perc van pontosan. Úgyhogy majd odaérek, amikor ott leszek, vagy ott leszek, amikor odaérek, mit tudom én, hogy helyes. Úgyhogy megyünk, a világítást be kéne kapcsolni. Jön egy körforgalom. Akartam mondani, hogy melyik járaton megy ki, de nem tudom. Szerintem nem lesz tragédia, hogy én most 6 óra helyett 8 órára megyek oda. De hát, ha meg az lesz, akkor meg így jártunk. Hát most én nem tehetek róla. Este 7 órakor már itt voltam a lerakón. És hát igen, nem sokkal, 3:45-10 lehetett körülbelül, mikor hozzáfogtak a lerakáshoz. Egyféle második kijáratos körforgalom következik, tudják, amiből a második kijáraton jövünk ki. Már onnan számolva, hol vagyunk? Oké, remélem nem jön senki. El vagyunk, oké, második járatok, pst! Az áru Hollandiába megy. És úgy tervezem, hogy Hollandiába egy teherautó parkolóba töltöm a hétvégét. Valószínű fizetni kell érte, de hát Istenem. Hát ha van wifi, internet elérés, az jó lenne. Na, itt van valami teherautós 3,5 tonnás tábla. Na, szerintem az engem nem érdekel, mert nem akarok én bemenni a városba, hanem a város elkerülő főúton visz engem. Laci. Aha, igen, valami olyasmit ír, hogy a körgyűrűn kell menni a teherautóknak. Na jó, hát haladunk. Na hát ez itt megint egy olyan hely lesz, ami nem kifejezetten kamion közlekedésre van kitalálva. Egy ilyen történelmi városrész. Itt balra fordul, mihelyt tudunk. Hoppá, nem fordulunk balra, mert ott van egy 3,5-es tábla, Laci. Úgyhogy tovább kell menni, sajnos. Újra tervezés. Úgy, tudod te. Istenem, én tulajdonképpen két dolgot gyűlölök, a kompot meg az alapotat. De ez például egyik sem, hanem körforgalom. Igen, hát a történelmi városrészből ki vagyunk tiltva. Valami oknál fogva. Lehet, hogy nem férne el a kamion? Az lehet.
utána egy picit hosszabb lesz az út, de itt elférünk kényelmesen. Hát nem sokára ott kell, hogy legyünk, mert azt írja, hogy 2,8 km. Na most az a helyzet, hogy utcát adtak meg, házszám nincs, és ahogy néztem, ez a... Körforgalom, tudod, belülről elsőbség, meg minden, ez furcsa dolog, a harmadik járat lesz jó. Egy jó kis hosszú utca. Hát ott majd figyelgetni kell, hogy hol négyes, is lesz az a cég. Milyen négyes? Már megint hülye vagy? Hát hármast mondtál, ugyanazt csinálod, mint tegnap. Tegnap is már eljátszottad ezt velem, Laci. Jön egy körforgalom. Milyen helyes kis körforgalom következik? Kell majd nézni valami bolt féleséget, ahol meg tudok állni, mert hát ugye enni innivaló az fogy, és hétvége közeledik. Lassan jön, úgyhogy el. Számolja, 1, 2 és ok. Igen, tábla nincs, csak egy 30-as, meg egy vasúti átjáró. Azt leküzdjük. Köszönöm szépen. A harmadik utcán majd jobbra kéne fordulni, de tényleg csak, hogy jó irányba menjünk azért. Na várjál csak itt meg arra szembe, csak melyik csikorog itt ekkorát? Lehet, hogy a pótkocsi valamelyik kereke? Hoppá, 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 jön egy kamion szemből. Közik-e? Látom. Picit gyorsan, csak kérdezem. Most! Jobbra! Mehetünk. Kronospán, ott ki is van írva, azt keresem. Jó van. Akkor jó felé megyünk, oké. Okay. Rémlik, mintha lettem volna már én. Hát, ha nem is pont ennél a cégnél, de ilyen nevű cégnél. Na majd meglátjuk. Jajaj, lassan. Na, akkor itt már csak a táblát kell figyelni, hogy vajon hol lehet. Ott hátul valami kémény nagyon nyomja magából a felhőt, úgyhogy lehet, hogy az lesz az. Milyen érdekesen vissza vannak vágva ezek a fák. Az lesz az szerintem ott a messze távolba. Na ez az a dolog, amit beállítottál, hogy ide be szeretnél ugrani, mert szeretnél venni, mit tudom én, két kotot, nem tudom. De hogy
Renault. Menjünk tovább. Francé a második kijárat a körforgalomból. Idejöttük, hogy legyünk egy kicsit itt is. Végül beállítottad, vagy végül is beállítottad te ezt a dolgot, de mi lenne, ha bemennénk a körforgalomba? Mert hát ugye ez van előttünk. A harmadik kijáratra majd vigyázz. Hát azon kell kijönni. Körforgalom, tudod, belülről elsőbség, meg minden, ez furcsa dolog. A harmadik kijárat lesz jó. Várjál csak. Hajtani a harmadik kijáraton neked. Igen, igen, voltam én már itt régen. Fát, deszkát vittünk, raktunk. Ja. Most már megvan. Na, fabrikál neked a bácsi egy új útvonalat. Szépet, fényeset, széleset, jó, hogy rajta tud maradni. De aztán nem elszúrni, ám. Jó van, köszi Laci, megjöttünk. Megjöttünk a felrakóra. Itt majd be kell öltözni játszó ruhába, mert ezt le kell kötni, spanifer, meg minden egyéb, ami van. Jó, megjött. Hát ezek itt mindent tudnak. Mondjuk nagy probléma nem történt, hogy kicsit később jöttem a 6 órához képest. Sőt, mi több. Egy szót nem szóltak. Hát itt jönnek-mennek az autók egymás után. Na itt azt magyarázta, hogy végig kell mennem itt a szélén. Jól van, na, biztonsági öv, hát most nem kapcsolom be az övet. És az A betűhöz kell eljutnom. Ott fognak engem megrakni. Kaptam egy szép térképet hozzá. Ugye úgy volt, ahogy gondoltam, hogy játszóruha, bakancs. Mellényt azt nem látom, hogy kérné. De ott van a mellény is, úgyhogy akkor fölveszem szépen a mellénykét is. Na itt állnak szembe ezek a fiúk, hát valószínűleg, hogy itt fogok én is rakni. Csak el kell menni. Oh. Yeah. Aha, igen, ott az A betű. Meg itt is egy A betű a raktárnak az oldalán. Hoppá! Bírom ezeket a rettentő nagy ugratókat, hogy hiába megy át az ember kettővel. Sisak is kell, jó van. Na, azt nem is láttam. Ja, sisak, bakancs, mellény, minden. Kocsinak mindkét oldalát szétszedni, hogy spanifereket át lehessen juttatni. Egyik oldalról a másikra. Élvédő is kell, ügyes, jó. Ezt a mindenit, ezt a publit hiába próbálom én leküzdeni, akármilyen lassan, akkor is szinte odaüti a... Régen, mikor itt voltam, akkor még nem ez volt a forgalmi rend, hanem itt, ahol most jövünk, itt kellett félreállni.
és itt rakták az autót. De úgy látszik, most átalakították. És az eső természetesen esik, aminek végtelenül tudok örülni. Ismét gatyára ázok. De legalább a hajam száraz marad, mert lesz rajtam sisak. Van már sípolsz. Na igen, itt szépen megállunk, aztán majd targoncás gondolom jelezni fog, hogy hova menjek. Na, előveszem sisakot, meg a mellényt. Most látható úgy nagyjából a rakodás. Igen, törlök egyet, mert közben meg a víz folyik a gép elé. Várhatóan ugyanígy fog történni az én esetemben is. Igen, alsó sort is le kell kötni egy adag spaniferrel. Meg a felső sort is. Hoho! Mennyi az? 3, 6, 9, 12 darab spanifer kell majd itt a rögzítéshez. Most nézem, hogy van ott egy sofőr recepció jobbra, úgyhogy oda én beballagok addig. Addig nézzétek a rakodást. Na, mindjárt jövök. Jó. Sisakot elfelejtettem tölvenni, meg viszek egy szemüveget is.
jó, sejtettem, be kellett menni. És azt mondta a csoka, hogy az ötös álláson helyezkedjek el. Numero 6, azt mondta, hogy ezek szerint a 6, az azt jelenti, hogy 5, mert közben mutatta mind az összes múlját. Azt mondja, hogy 3-as, 4-es, és itt az 5-ös. És akkor, hát úgy látom, spanyolnak, olasznak sisak helyett megteszi a baseball sapka is. Nem baj, én azért sisakba. Na jó, majd egyszer csak folytatjuk. Hát, hölgyek, urak, rakodással megvolnánk. Nem is tudom, utoljára Olaszországba áztam el ilyen szinten. Tragédia. Szinte egész idő alatt esett az eső. Volt, amikor mondhatni, hogy szakadt. Szokták mondani, hogy vizet lehet csavarni a ruhájából, hát ebből nem kell, ebből folyik egyedül. Van esőkabátom, de hát fölösleges lett volna azt is összevizezni, mert sajnos az is egy idő után a varratoknál átereszti, átszivárog rajta a víz, és ráadásul az meg olyan, hogy úgy derek amíg ér hátul, és ahogy a hátulján folyik lefelé a víz, a nadrágom az tiszta víz volt az olaszoknál, amikor rakottunk, ott is így ilyen kitartó kis eső volt. És na, hát a gatyámon folyt a víz végig. És tiszta víz lett, még a bakancsomba is állt a víz. Úgyhogy azért most itt föl se vettem, mondom, nem veszem föl. Minek? Hát majd befelé jövet láttam, hogy van ezeknek itt egy parkolójuk, ott félreállok, aztán átöltözök, és szerintem 2 napig fog száradni a ruhám, mire ez megszárad. Nem mindegy, rakodás megvan. Most nem tudom, még talán a portánál meg kell állni, mert na, minden esetre megállok, rámegyek a mérlegre, aztán bemegyek, megkérdezem őket, hogy mi a túróban, akarnak-e még valamit, mert itt a fickó odaadta nekem CMR-t, meg mindenféle okmányokat, amikkel. De hogy ide nem tudnak csinálni egy féltetőt, vagy valami túrót, hát... És röhögnék Angliában, meg sütne a nap. Mondjuk nem kizárt, volt már olyan, hogy itt rommá áztam Európába, átmentem Angliába, ott meg verőfényes napsütés. Jól van, nem kapcsolom be a biztonsági övet, hiába csipogsz, akkor sem, most erre a 200 méterre nem kötöm be. B-lap, vagy mi a túrónak hívják ezt, amivel megrakták az autót. Azt hiszem OSB-nek hívják. Olyan 24 tonnányi motyó lesz. Úgyhogy ezzel szépen óvatosan kell majd ballagni, mert idefelé jövet, végig szemből fújt a szél. És hát a fogyasztás az sajnos nem lett túl remek.
Sajnos az nem lett túl remek, na jó van, majd folytatom. Most átsorgunk egy darabig, mert itt a mérlegnél sorbaállás van. Na, megyek a parkolóba. Valami tiszta göncöt veszek magamra. Tiszta? Igen, tiszta és száraz. Megvan mindenféle papírus, amire szükség van. Jó van már, biztonsági őr. Jó majd. Mindjárt. Itt van még egy fekvőrendőr, amit le kell küzdeni. Óvatosan. És enni is fogok egy pár falatot, mert olyan éhes vagyok, hogy bocsak. Itt van a parkolójuk, ide szépen becsapatok. Nem baj, van hely bőven. Jó. Átöltöztem. A körforgalom az, ami most következik. Kedves utasaink, a második kijáraton majd ki kell belőle jönni. Látszik körforgalom, a második kijáraton fogunk majd kimenni. Kimegyünk a körforgalomból, ugye? Ubi. Na szóval. Átöltöztem, kajáltam, közben kiderült, hogy ma van a születésnapom. Jött itt SMS. Üdvözlet. Majdnem elfelejtettem. Mondjuk ezekkel a dátumokkal mindig is bajba voltam, meg bajba vagyok, hogy kinek, hogyan, mikor. Nem szólnak, még a sajátomat is elfelejtem itt a nagy jövésmenésben. De hát ezt már szinte mindenki tudja rólam. Azért beszoktam állítani a telefont, hogy jelezzen, szóljon. Na, idefelé jövet is megcsodáltam ezeket a fákat, nem tudom, ez vajon ki fog hajtani tavasszal, vagy ez csak így van, aztán kész, tehát... Úgy néz ki, mint a rajzfilmekbe szokott kinézni az ilyen, nem is tudom, gonosz fa szellem. Na szóval, hallgat, Peti barátom is üzent.
egy elég hosszú üzenetet küldött, hogy boldog születésnapot kíván. Rokonaim üzentek. Na. Itt figyelni kell a táblákat, mert azt mondja, hogy Orlán Párizs felé 3,5 tonna tiltás van ott, úgyhogy akkor arra felé nem mehetünk, hanem ugyanígy kell visszamenni, ahonnan jöttünk. Hoppá! Na gyertek, fiam! Megvárom, még a kollega elmegy, a másik kollega meg engem enged el, nagyszerű. Új a tervezés! Ugye, Laci? Nem tudod még mindig, hogy ott 3,5 tonnás tiltás van abban a körforgalomban. A 4-es kijáratra majd vigyázz. Nem fogsz engem visszafordítani a körforgalomba. Nehogy kitaláld. Itt nem is tudom, át kell menni egyenesen. Igen. Nem olyan régen jöttem erre, csak akkor pont szemből. Na itt a következő SMS. Hát szerintem, jól olvasom, ez egy körforgalom. A 4-es kijárat lesz majd jó. Na azt majd meglátjuk. Meglátjuk majd, Laci, szerintem egyenesen megyünk arra, ahonnan jött ez a kamion. Csak itt most jönnek biciklivel, személyautóval, mindenfélével. Megy két kört, és utána a negyedik kijáraton majd ki. Nem megyünk két kört, itt kimegyünk erre felé, mert szerintem innen jöttünk. Na, fabrikál neked a bácsi egy új útvonalat. Szépet, fényeset, széleset, jó, hogy rajta tud maradni. De aztán nem elszúrni, Ugye tudod te? Istenem, én tulajdonképpen két dolgot gyűlölök, a kompot meg az alapotat. De ez például egyik sem, hanem körforgalom. Ahogy látom, itt már készülnek a karácsonyi fények, ki vannak rakva, vagy lehet, hogy leseszedték őket tavaly óta itt van, villanyoszlopon. Habár nem, nagyon szép, tiszta, újnak néz ki. Mi van most? Már november lassan közepe. Igen, hát akkor már nem sokára jön a Mikulás. Orléans, Párizs. Arra felé kell nekünk menni. Van itt egy körforgalom, de az első kijáraton már ki is kell jönni. Jó, megfáztam.
Na, a kollega is jön rakodni? Schwaberes, a Schwaberes kollega. Jó felé mész, igen. Hely, micsoda jármű jön itt szemből, azt a mindenit. Ez igen? Na ez vajon itt egyenrangú kereszteződés, vagy mi van itt? Gyere! Gyere barát, mert én itten úgyse tudok befordulni tőled. Na ez meg úgy el van sötétítve, hogy nem látok belőle semmit, hogy most ő mutat nekem valamit, vagy el fog engedni, vagy nem fog elengedni. Na ezért többek között ezért nem hagyják, vagy legalábbis nem engedélyezett a vezető ablaknak az elsötétítése. Milyen szép kis vár van itt, körbevéve várárok, meg minden, amit akarsz. Ki gondolná, hogy ilyenek vannak itt errefelé? Barátom, óvatosan azzal a biciklivel, hogy kiesel elém, nem örülnék neki. Lolli, ezt ad el a körforgalom. Na, a második kiárat új pjem. Oké, Laci. Második járaton futunk kifelé. Képzeld el, találtam egy kondenzátort, már itt mellettem, az is kínai gyártmány, megfogtam és akkorát ütött rajtam, egy körforgalom jön. Már is váltott a lámpa. Itt is nagyon szép, rendezett kis porták vannak, házikók. Klasszul megnyírva a sövények. Postás itt kis autóval jár, tessék, furgonnal. Furgonnal a zebrán, vagy a zebrán járdán. Na elindultok, gyerekek, hát már mióta zöld az a lámpa. Hát, ha lesz valami érdekes, majd még visszakapcsolom. És amit eddig nem mondtam, nem tudom, hogy észrevettétek-e, nem esik az eső. Vége a rakodásnak,
ugye beálltam a parkolóba. Körforgalomra számítsanak, kedves utasaink. Aj, nagyon jó ez, én szeretem. A második kijáratok kell majd kijönni. Beálltam a parkolóba és elállt az eső. Most egy picit megint kezd pötyörögni, de hát ez... Ha bemennék a körforgalomba, és az első kijáraton kijönnék. Ez semmi, ez csak pötyögés. Egyik kommentbe írta valaki, hogy majd egy unalmas autópálya alkalmával mondjak magamról egy pár szót. Hát, az alkalom adott, mert az autópálya elég unalmas, meg ilyen álmosító idő van. És ma van a szülinapom, úgyhogy ez alkalomból akkor a teljesség igénye nélkül egy pár percben megpróbálom összefoglalni az elmúlt 53 évet. Hát 53 évvel ezelőtt láttam meg a napvilágot. A gyerekkoromat meg egyebet azt hagyjuk. Jó volt, szép volt, nagyon szép volt, elmúlt. Szakmámat tekintve mechanikai műszerész a szakmám. Iskola után egy körülbelül egy évet dolgoztam irodagép műszerészként. De aztán mikor 11 forint 50 fillérre emelték az órabéremet, akkor úgy felvillant előttem, hogy hát nem biztos, hogy ez a jövő. És egy Sziráczki Gábor nevű barátom postán dolgozott, mint motoros távirat kézbesítő. Úgyhogy úgy döntöttem, hogy elmegyek én is a postára. Motorozni szerettem nagyon. És hát vége az lett, hogy nem is tudom, 8 vagy 9 évet voltam postán. Közben elvégeztem, vagy kettő ilyen postai iskolát. Na, posta után vízgáz fűtésszerelő mellett voltam egy pár hónapig segéderő. Ezután pedig lenn, már akkor a 87-88 körüli időt írjuk, akkor már úgy szabadabban lehetett vállalkozni, úgyhogy belecsaptam egy vállalkozásba, ami ilyen takarítás, földmunkavégzés címszóval futott, és ezen belül, ami igazán foglalkoztatott, az a kerítéseket építettem, volt egy frissen parcellázott terület, és ott ugye az új telektulajdonosoknak kerítéseket készítettem, meg kaput állítottam, meg ilyesmit. Ezután jött egy olyan időszak, amikor a kötöttáru összeállításnak volt ideje, akkor egy darabig ilyesmivel is foglalkoztunk, akkor közben előtte, utána valahogy kiskereskedői foglalkozást is űztem így az iparon belül. Hát a rendszerváltás utáni egy-két év az elég keserves volt, akkor volt olyan időszak, amikor munkanélkül voltam, és csak ilyen alkalmi autószerelésekből, meg egyebekből tengődtünk. Akkor utána mi volt? Elmentem játék nagykereskedésbe. Ott kerültem közelebbi kapcsolatba számítógéppel, mivel mindig is érdekelt a dolog. Akkor ott egy idő után én kezeltem a számítógépet, akkor onnan, mikor eljöttem, elmentem italnagykereskedésbe, úgy szintén számítógépre. De aztán ott rájöttünk, hogy jobban járunk, vagy ők jobban járnak, hogyha én inkább a raktárba tevékenykedek, úgyhogy ott
raktárba kint tologattam a rekeszeket, adtam ki az árut, vettem át az árut, targoncáztam, aztán mikor külön vált egy, minek hívják ezt, Göngyöleg raktár rész, akkor ott megbíztak annak a raktárnak a kezelésével, akkor ez a cég átköltözött a lakóhelyünk köz közelebbi helyre, ott is továbbra, ja ott már, sőt még az előző helyen már a főnökömet megfűztem, hogy legyen még egy autót, ahogy bővült a cég, egy sukkot, úgyhogy elkezdtem árut kiszállítani. Hát akkor ezután egy másik italnagyker következett, azután pedig egy italdiszkontba voltam árubeszerző, akkor itt a főnöknek már kezdett egyre gyengébben menni a munka, mármint a egyre kisebb, kevesebb volt a forgalom. Így el kellett jönnöm, akkor mentem nyomdába egy fél évre, mondom, megpróbálok visszatérni a szakmához, ugye műszerész szakmát, műszerészeket kerestek nyomdába gépkezelőnek. Hát egy fél évig bírtam a dolgot, aztán közben egy barátom mondta, hogy a konténeres sítszállítással egészen jól lehet keresni, úgyhogy akkor belefogtam ebbe. Akkoriban csináltam meg a C kategóriás jogosítványt, mert hát a nyomda az nagyon tragikusan nem volt jó hely. 8 évig sittet hordtam ifával. Akkor, mikor ez is már kezdett leáldozni, abba hagytam, akkor elmentem. Ja, még konténerezés közben, téli időszakban, ugye mivel, hogy télen az építőipar eléggé pang, hanem mit lehetne csinálni télen, hát megkérdeztem Szentendrei közútkezelőnél, hogy téli időszakban nem kell sofőr a hókotróra, kipróbálnám a dolgot. Úgyhogy aztán az lett, hogy négy vagy öt szezonon keresztül ott is tevékenykedtem, onnan vannak a hókotrós képeim. Ezután meg kamazzal dolgoztam, aztán az Unix autóalkatrészes cégnél dolgoztam egy évet, utána egy másik cégnél voltam egy évet, körülbelül vagy még annyit se. Hát az kiderült, hogy a belföldi alkalmazotti állásokból nem nagyon lehet fenntartani a családot, úgyhogy akkor jött az, hogy meg kell próbálni a nemzetközit, és hát azóta a nemzetközit gyűröm. Úgyhogy nagy vonalakban ennyi. Most érkezünk egy fizetőkapuhoz, keresünk egy megfelelő lukat. Ott, ha jól látom, van egy olyan, ahol van egy T betű, épp most megy be egy kamion, és mellette egy 30-as, a T betű mellett egy 30-as sebességkorlátozás, ami azt jelenti, hogy itt nem kell megállni. Ha szerencsénk van és működik ez a pittyegő, hanem a pittyegő pittyen egyet, és akkor szépen átgurulunk. A pittyegő pittyent, a sorompó nyílik, úgyhogy átgurulunk. Nagy vonalakban ennyi, és most itt vagyok. Immáron 5 éve lassan. Teszünk egy kis kitérőt. Ugye vásárlásból kifolyólag. Múltkor voltam én itt a környéken, nyáron.
istentelen meleg volt, és eljöttem én csavarogni, boltot keresni, meg úgy egyáltalán sétálni itt ebbe a jó kis 50 fokba. Aztán elbetődtem erre a vidékre, és itt be is jelöltem, hogy hol volt itt egy áruház, egy Ocean. Itt most még jobbra lehet menni, óvatosan, azt írja. Meg itt van jobbra ez a Dia nevezetű bolt. Na, újra tervezek. Nem is egy újra, 50. És itt szépen félre is lehet állni, ha elmegy onnan az a személyautó. Úgyhogy én itt félreállok és bemegyek ebbe a boltba. Ide. Ide jobbra. Ezt is bejelölöm magamnak. Mert akkor itt meg tudom venni, amit szeretnék. Nem is tudom, még kitalálom, hogy mit főzzek hétvégére. Vagy egyáltalán főzzek-e valamit, vagy... Hát nem tudom. Majd körülnézek, hát ha... Jó kis sertéspöri már régen volt. Majd megnézem, hát ha sikerül. Valami normális húst venni. Jaj, hoppá! A hátulját meg húzom föl a szegélyre. Majdnem. Ez itten szerintem tökéletes. De mi lenne, ha bemennénk a körforgalomba, mert hát ugye ez van előttünk. A harmadik kiáratra majd vigyázz, hát azon kell kijönni. Oké, jó, Lacika, ezt most megbeszéltük. Vásárlás megtörtént. Hát ez a Dia nem tartozik a legolcsóbb helyek közé. Mondjuk olyan nagyon nem is drága. Ahogy szoktam mondani, nem olcsó, de jó drága. De nem olyan drága. $12,000 sikerült itt hagynom. Sör az aránylag olcsó volt az itteni árakhoz képest, hát 59 cent az nem olyan sok. Abból vettem kettő ilyen 18-as tálcát, hogy nehogy véletlenül elfogjon a sör, hát az ugyebár tragikus lenne. Laci egy kicsit most meg lesz keveredve, mert ugyebár itt szét volt bontva a kereszteződés, de... Újra tervezek, tudod mekkora meló? A harmadik utcán balra, és utána fordulj balra. Most vissza akar engem fordítani, de hát az nem fog sikerülni. Itt nem tudok visszafordulni. Körforgalom lesz, szerintem. Aha, igen, az már jó lesz. Az a gondolatod már jó lesz, Laci, ahogy látom. Legalábbis remélem. Való húst sikerült vásárolni, akkor virslit, üdítőt, azt a mindenit. Ez igen. Egy afféle második kijáratos körforgalom következik, tudják, amiből a második kijáraton jövünk ki, már onnan számolva, hol vagyunk.
Biztos, hogy az út, te Laci. Ott nincs is kijárat, vaze. Na most a második kijárat, az a jó. Itt valami el van rontva a térképeden, mert itten nincsen kijárat, úgyhogy annyiból vagyunk jók, hogy itt meg tudtunk fordulni, és akkor visszamegyünk oda, ahonnan jöttünk. Jó. Na, újra tervezek. Nem is egy újra, ötre. Oké. Szeretnék már végre ilyen korrekt, unalmas navigátor lenni, de tényleg ilyen, hogy mindjárt jobbra megyünk. Banán Szilvát. Igen, itt volt az a hatalmas nagy hutli. Még akkor találtam ilyen... ilyen kis műanyag pohárba ilyen gyümölcs darabkákat. Szerintem őszi barack. Úgy ránézésre, valamilyen lébe. Nem tudom én milyen lébe. Olajos hal, mármint szardínia, paradicsomos halat vettem. Egy három dobozt. Na és körülbelül. Ja, meg egy zacskó nasit. Rágcsálni való kréker nevezetű dolgot. Más nem. De körülbelül ennyi. Ez volt 39 euró. Na gyere, drága barátom, biztos vagyok benne, hogy úgy megköszönte, rendes gyerek, jól van. Én meg elengedtem. Na, már megint hülyeséget vált, az volt egy. Hát itt most nem tudok megállni, gyerekek, vagy legalábbis megtudnék, de mi a bánatnak állnék meg. Azért disznom, ízik-e, jobbra akkor megyünk ízébe. Akkor se férnénk el egymás mellett. Gyere! Gyere, gyere! Én bemegyek, akkor mindenkinek vége. Te hol fordulsz be balra? Ott? Ott. Jó. Akkor... én jövök tovább. Hát elmegyek a lámpáig. Ott elférnek mellettem. Jó, te ne siess ott, kis barát. Így ne. Köszike. Na és már váltott is nekem a lámpa. Nagyszerű. Jobbra. Ja. Szóval itt van a hely, ahol vásároltam, de marha jó, mert ki lehet tolni ide a kis parkolóhoz a kocsit. Kényelmesen bepakoltam. Na most lehet, hogy ugyanezt az Oceanbe meg tudtam volna venni másfél-két euróval olcsóbban. De hát... ott meg cipelnem kellett volna nem tudom én hány száz métert a cuccot, mire odaérek a kocsihoz. Ott nem tudtam volna ilyen közel megállni. Ez itt kiváló kis hely. Rengeteg közlekedési baleset történik, abból kifolyólag, hogy az emberek pánikban... ez már régi BKV-busz, vagy mi az? ...váltanak sávot. Csak azért, mert nem tartottak jobbra, amikor pedig a GPS mondta nekik, hogy tarts jobbra. És ez a pillanat most van, tarts jobbra. Itt meg valami büntetés végrehajtási műintézmény látható. Legalábbis arra tudok tippelni az őrtoronyból, meg a fölül be van hálózva, gondolom, helikopter. Helikopteres menekülés elkerülésére. Igen, valami olyasmi lehet. Na ide se szeretnék bekerülni. Na jó van, hát haladunk. Kinéztem egy parkolót.
mennyire, 170 km-re, úgyhogy odáig még elmegyek, aztán megállok. Mára elég lesz. Hát ez idáig szerencsésnek mondhatom magam, mivel csak a szembejövő oldalon volt dugó, de ott végig. Itt viszont, hát most itt a repülőtér előtt beleszaladtunk egy kis torlódásba, szerintem az egyes autópályára felhajtás, meg itt, hát itt... Érdemes lenne jobbra tartani, meg hát mindenképpen meg is érni, ha nem akarod utána lelöpdösni a biciklistákat. Meg itt aztán egyik autópálya a másikba, meg autóút, meg mit tudom én. Úgyhogy itt megy, aki mit tud. Ugye eldönti mindenki, hogy ki merre akar menni, aztán igyekszik oda besorolni. Én is most egyet sorolok kijebb jobbra, itt hátulról meg szinte már felökkenek. Úgyhogy jobbra tartasz. Fehér valami. De látja, hogy megy az irányjelző, meg már félig itt vagyok a sárba, de ő még akar, azért el akart volna menni mellettem jobbról. De nem jött össze. És ugye, ha a sávok között gondolkodik, hogy melyiket válassza, akkor érdemes egy kicsit így balra tartani. Később megtérünk. Oké, majd tartunk egy kicsikét balra. Másik irányból akar kibújni mögöttem, de hát na, megy az irányjelző, hogy jövök beljebb balra, mert itt beljebb kell jönni. Oké, hát most látom, hogy maradhattam volna, rendben, de ha ő bejön mellém, akkor utána már jön az összes többi, mert és akkor meg már nem lesz egyszerű besorolnom egyet, ha már itt vannak mellettem 8-an. Hogy inkább úgy csináltam, hogy én vagyok a safety car. Az jó lesz. Hát úgy látom, Párizs leküzdve, hál' Istennek, elég gyorsan ment. Van még 106 km a parkolóig, amit kinéztem. És akkor ott lepihenünk egyet, azt holnap még megyek egy etapot, mert hétfőn reggel 8 órás a felrakó, vagy lerakó, bocsánat, úgyhogy megpróbálok. Hát nem tudom, lehet, hogy kihagyom én azt az holland parkolót, majd meglátjuk, hogy hát ha lesz ott valami benzinkút, ahol van wifi. A Hollandiában általában azért majdnem minden benzinkútnál van internet, csak megfelelő közelségbe kell odaállni a kúthoz, vagy az étteremhez, és akkor ott van internet elérés. Franciaországban az A1-es autópályán megyünk, és szakad az eső, ennek az aszfaltnak van egy olyan különleges tulajdonság, hogy elnyeli a vizet. Nem tudom, mennyire lehet látni a videón, de az autóknak a kereke egyszerűen nem veri föl a vizet, nem úgy, mint más helyen, ahol esik az eső, és akkor egész vízfüggöny húz maga után az autó. Ezt nem tudom, hogy csinálták, de még a kamionok sem húzzák maguk után azt a szokásos vízfüggönyt, mint más volt. Márpedig az eső esik elég tisztességesen. Úgyhogy ennek az aszfaltnak nem csak az a különlegessége, hogy sima, mint a pingpongasztal, hanem az is, hogy elnyeli. Nem tudom, hogy csinálja, de egyszerűen nem áll meg rajta a víz, valahogy átereszti vagy, tehát nem tudom. Ott jön mellettünk egy kamion, majd talán azt jobban lehet látni.
hogy a kerekei alul, mintha nem is, mintha száraz úton mennek. Félelmetek. Hogy hova lesz ez a rengeteg víz, amit ráesik, ezt nem tudom. Na mindegy, hát franciák ilyet is tudnak. Máshol még nem nagyon láttam ilyet. Lehet, hogy van, csak én nem láttam. Nem tűnt föl, vagy nem esett az eső. Ez érdekes. Hát ezt a poént már egy pár évvel ezelőtt elsütöttem. Most is elsütöm. Szülinap van, úgyhogy gyújtok gyertya helyett egy szál fogpiszkálót. És Isten értessen minden szülinapost, köztük engem is. Elfújtam a gyertyát. Csak egy gyertyát, vagyis hát egy fogpiszkálót raktam be, ugyanis úgy néz neki, mint a sündisznó, hogyha az összeset beraktam volna. Úgyhogy megelégszem ezzel az egyel. És van még nekem szülinapi ajándékom is, ami így néz ki. Anyósom berakta a kajába, kajás szatyorba, és azt mondja, hogy felbontható 2013. 11. hó 8-án mama és papa. Úgyhogy ezt most én ki fogom bontani. Felbontani nem, mert holnap reggel még menni akarok. Úgyhogy egyenlőre, hát gondolom valami nedű van benne, majd mindjárt kibontom, aztán akkor még megmutatom. Remélem nem fog reklámnak minősülni, ez volt benne. Boldog szülinapot kívánunk, mama és papa, 2013. november 8, gondolom az lehet ott alatta. És köszönöm szépen mindenkinek, aki még rajtuk kívül szülinapi jó kívánságokkal ellátott. Gondolom Facebookon is sokan írhattak, és majd hát valószínűleg fogok közzétenni egy köszönömöt, nem hiszem, hogy mindenkinek személyesen egyenként fogok tudni válaszolni, de majd meglátjuk. Hát most itt, ahol állok, itt nincs internet, majd holnap megpróbálok olyan helyen megállni, ahol lesz. Ja, és már megjött a hétfői fuvar, péntek van, hétfő reggel lerakás, délelőtt rakodás Rotterdamba, és Olaszország, Aosta az úticél, át a Mont Blanc alagúton és az Alpokon, úgyhogy nagyon szép kis videó lesz majd belőle, remélem. No, hát további szép napot mindenkinek! Jó reggelt mindenkinek! Jó sötét van, úgyhogy nem nagyon lehet majd látni semmit. De Franciaországot fogjuk elhagyni nem sokára, és átlépünk Belgiumba. Nem tartózkodunk ott sem túl sokáig, mert aztán még ma szeretnék Hollandiába átlépni. És hétfőn megjövünk visszafelé, mert ugye hétfőn meg lerakodás, felrakodás, és utána irány Olaszországa, Mont Blanc-on keresztül. Na, hol van már ez a határ? Ott lesz, már ott van valami kék tábla. Itt is. Először az előző parkolóra satszoltam, hogy az lesz a határ, de mégsem. Még egy kilométer? Aha. Na mindegy, azt már kivárom. És utána megyünk a napfényes Itáliába. Hát még az se kizárt, hogy hó is lesz ott fönt Mont Blanc felé, ott már ilyenkor előfordulhat. Majd meglátjuk. Mert itt van határátkelő. Csak megérkezünk lassan.
régióba tankolni kell egyet. A lovak megittak szinte mindent. Megszomjaztak. És Belgiumban olcsóbb az üzemanyag, itt az összes ország közül a legolcsóbb. Úgyhogy itt megitatjuk a maritákat. Na hát ennyi. Ennyi maradt a régi határ átkelőtől. Hoppá, meg le is esett a... Ez, itt volt a határvonal, ez volt, itt találkozott a két országnak az autópályája, némi szintkülönbséggel. Mint látható, Belgiumban tele vannak energiával, ugyanis az autópályák és utak jelentős része ki van világítva esténként. Ha jól emlékszem, akkor az éjszaka közepén valamikor lekapcsolják, és majd reggel, nem tudom én, 4-5 óra körül újra bekapcsolják a fényeket. De ez valami félelmetes, hogy nem is tudom, több száz vagy ezer kilométeren keresztül végig lámpák, és ezek a lámpák világítanak. Na, valami iszonyú energiamennyiség. Meg hát kiépíteni ezt az egész rendszert, hát az nem semmi. Nem semmi költség lehetett. Na hát, ők úgy gondolják, hogy így legyen, hát így legyen, mondjuk jó, mert klasszul lehet látni. Majd, hogy nem nappali fény. Érintjük Európa fővárosát, Brüsszel. Túl sok mindent nem lehet látni belőle, csak itt a ringen megyünk. Na hát mégis elmondhatja az ember, hogy jártam Brüsszelnél is. Tessék balra tartani, mert utána lesz nagy sírás, hogyha nem tudunk balra fordulni. Körülbelül hajszál pontosan. Jaj, a mindenit. Nekem itt balra kéne mennem. Igen. Ezt benéztem az előbb, úgy láttam, hogy három sáv van. Na mindegy. Találtam itt. Kimegyek, aztán majd valahol csak visszatalálunk. Majd Laci újra tervezi. Újra tervezés. Ismert meg Belgiumot. Ott te jól bírod a kompont, mert én hányok rajta. Ez körforgalom, csak úgy gondoltam elmesélem. Megint a videózással van elfoglalva a hülye sofőr. Aztán benézi a dolgokat. De mindegy, nagy baj nem történt, mert itt van egy körforgalom, ott szépen visszafordulunk, és megyünk tovább. Hát ezek a belgák se remekelnek ilyen útminőségbe. Néha akkora ugratók vannak, meg autópályán. Remélem, ez nem Nagy-Britannia, körforgalom jön, majd a harmadik járatra vigyázz. Majd utána tarts balra, nem, vissza, jobbra, jobbra.
autópályán kátyú. De akkora, hogy na csak. Menj ki a harmadik kijáraton, majd utána tarts jobbra. Oké, most már figyelek. Lassan húzódj jobbra. Igen, és Antwerpen felé kell nekem menni, úgyhogy itt viszont egyből balra is kell tartanom. Nem. Tartsunk balra, az jó. Na ennyi volt a kitérő, hál' Istennek. Yes, go! Good. Na, igen. Ezek a huplik. Brüsszelről ennyit. Ennyit lehetett látni belőle. Majd egyszer. Hát ha lesz ide fuvar, és akkor akár még beljebb is lehet menni. Szépen kivilágosodott, kisütött a nap. Belgiumban vagyunk. Ez is itt elég, hogy is mondjam, érdekes. Nem sok helyen látni ilyet, hogy megy a gyorsforgalmi út, és akkor jobbról-balról mind a két oldalon van. Tartsuk balra, jó? Ez mondjuk az az okosság, amit kevesen szoktak magukévá tenni a nagy forgalomban. Rendszerint a jobb szélső sávból akarunk aztán később balra kanyarodni, ami lúzerség. Lúzerség mindenképpen, aztán lehet magyarázkodni, és akkor tudom ajánlani, hogy amikor neki megy valakinek ön, akkor utána, ha kiszáll az autóból, akkor kezdjen ezzel. Mennyire jöttél? Így szokták. Na szóval jobbról-balról szervizút. Itt középen 90-nel lehet menni, a szervizúton meg 70-nel engedi a forgalmat. És vannak itt mindenféle cégek, lakóházak. És ez több kilométeren keresztül. Sok lehetőség nem volt, megyünk egyenesen. Tarts jobbra szerintem. Azt hiszem. Nézegetem a térképet egyébként, hogy merre megyünk utána. Hát nézd, figyelj. Aha. Tarts jobbra, aztán majd legfeljebb szólok, amikor be kell húzódni. Antwerpenhez érkezünk. Az az érzésem. Ugye ez már Antwerpennek valami elővárosi része.
később fordulunk mindenfelé, meg sávot váltunk, meg ilyesmi, jobbra kellene tartani egy picit. Jó. Ja, ha kinevesek az autóból, itt is a dilatációkat eléggé ebbe húpásra csinálták. Hát akik itt laknak a pálya mellett, azok is. Bicikli! Bicikli! Jó lehet egész nap ezt hallgatni, meg éjszaka is, ha már lehet, hogy hozzá lehet szokni, ki tudja. Ahogy láttam, itt volt egy-két lakás is jobbról-balról. Breda! Arra felé kell menni, igen. Anyu, bennünket mafiózónak neveznek bent az iskolában. Jó, bemegyek, elintézem. Oké, csak csináld úgy, hogy balesetnek tűnjön. Én ezt szeretem. Igen, igen, megérkeztünk Antwerpenbe. Délelőtt lévén, csend van, nyugalom, szépen lehet haladni. Még van vagy 45 km, ha jól látom a tankolásig. Antwerpet hamar leküzdjük. Tankolunk egyet, és utána már is lépünk át Hollandiába, ahol már majd megnézem, hogy hát ha lesz valami olyan parkoló, ahol van valami étterem, ott szokott lenni internet elérés. Aztán ha nem lesz, akkor meg megyek abba a teherautó parkolóba, ami valószínűleg fizetős. Hát ám fizetős, akkor kifizetem. Na milyen rendes csávó beengedett, akkor köszönöm szépen. Szokott lenni jókor a tumultus, hétköznaponként, de hát nem értem őket, mert szerintem akik itt jönnek, mennek, az nem először. Jó lenne, hogy mondjuk egy kicsit balra tartanál. Ez tényleg puszta jó szándékból mondom. Mert én látom már a térképet, nem akarom még terhelni. Egyébként szerintem össze is zavarnák önt ezzel, meg ha most hirtelen azt mondom, balra, akkor ki fogja rántani a kormányt, és megdönünk mindannyian. Nekem szélkorulnak az alkatrészeim, így el, ez jobban zavar engem, mint hogy ön megmondaná. Tehát tartsunk egy picit balra. Jó. Szóval akik itt tömörülnek, azok nem először járnak erre, és mint látni lehet, most is mondta Laci, hogy tartsunk balra, és van bőven kilométernyi hely, hogy az ember szépen besoroljon a megfelelő sávba. Ezek nem, ezek rögtön az elején, ahogy feljön az autópályára, már rögtön azonnal ő a legbelső sávba akar menni, és akkor furakodnak, nyomakodnak, nem az, hogy fölveszem a ritmust és megyek a többiekkel, és akkor majd egyszer valahol besorolok, nem, ő rögtön a legelején, ahogy megérkezett, már egyből furakszik befelé, és hát persze az a vége, hogy dugó lesz belőle. Pedig már mióta jövünk? 3 kilométer már biztos volt, és ugye még nem fogyott el egyetlen egy sáv sem. Lehetett jönni normálisan. Na mindegy, hát belgák is tudnak azért dugót csinálni. Na, Antwerpenről ennyit.
lassacskán érkezünk a benzinkútunkhoz. És innen egy kilométer körülbelül. Körforgalom jön, és momentán nem tudom, hogy majd hol kell kimenni. A határ. Határ egy másfél kilométer lehet talán. Kedves utasaim, a körforgalomban a harmadik járat lesz a nyerő. És utána egy körforgalom. Ezt a körforgalmat ezt eléggé szűkre szabták. Na, itt még nem is annyira, hanem ahogy megyünk be a fölüljáróra, ott az a része lett egy kicsit szűkre szabva, mert át kell menni a szembe jövő oldalra az elejével, hogy a hátulja is beforduljon. Nézd, egy körforgalom, az első kijárat jó lesz. Egész berekedtem az örömtől. Van itt egy büfé, hogyha nyitva van. Menjél a balra, majd utána megérkezünk mindjárt. Akkor benézek, de hát úgy látom, hogy ez be van zárva. Kebab. Kebabos büfé lenne. Gratulálok! Az első célpontot helyesen meglőttük, tényleg. Hát ide találtál, milyen egy ügyes ember vagy. És akkor most intézd el a dolgodat, és menjünk tovább. Na és egy olyan helyet kell nézni, ahol jobbról van nekem egy AdBlue. Hol van olyan, hogy jobbról le van AdBlue? AdBlue egyáltalán. Aha, itt jobbról van, az biztos, ott látom. Jobbra. Ez az. Igen. Igen, Laci, mindjárt megyünk jobbra. Csak először itt tankolunk egyet. Hát majd meglátjuk, hogy elér-e odáig a cső. Na, megérkeztünk a tankoláshoz. Körforgalom lesz. Nem mondom meg, melyik kijárat lesz, jó, majd később. Harmadik. Igen. Tankolás megvolt. Most jövünk a körforgalmakba. A harmadik kijáraton kell majd kihajtani. Úgy lesz, meg lesz. Szemből senki, úgyhogy hajtunk kifelé a harmadik kijáraton. A második kijárat lesz jó a körforgalomban, amely hát kör alakú. Hamarosan körforgalom lehet, ha kitekintenek bal oldalt, vagy jobb oldalt, vagy előre, vagy akármerre. Elakadt a szavad, mi? Második járaton futunk kifelé. Nem csak látom, hogy hogy vezetsz. Mi bajod a vezetésemmel? Szépen lassan, megfontoltan, nem kapkodunk, ráérünk. Hát innen még van 36 km addig a parkolóig, hát ha közben lesz valami, akkor megállok, ha nem, akkor meg elmegyek oda. Gondolom, hogy ott is van mindenféle szolgáltatás.
és már is átlépünk a határon. Balra kell majd menni. Majd. Ja. Szerintem itt volt a határ, igen. Ez volt a határ, itt jobbra is van valami nagy vámplac, vámparkoló. Nem tudom, itt még nem voltam, hogy ezen belül mi van. Újra tervezzek? Á, nem, csak vicceltem. Balra kell majd menni. Na, megyünk majd balra. És ez itt már Hollandia. Balra! Oké. Sehol senki, szombat délelőtt, nyugalom. Kényelmesen tudunk közlekedni. Mondta, jól bírod a kompot? Mert én hányok rajta. Ez körforgalom, csak úgy gondoltam elmesélem. Jó, köszönöm. Hollandiában is nagyon jó minőségű utak vannak. És mint ahogy azt már mondtam, szélesek úgy. Ez az, Bubi, nyomja neki! Olyan tágas az egész, úgy van megcsinálva, hogy itt aztán akkora hely van, gyerekek, hogy nocsak. És Hollandiában még az is jó, hogy nincsenek hegyek. De azt hiszem már ezt is említettem. Bele lehet menni. Második kijárat. De szerintem a második kijáraton hajts ki. Nekem mutattál. Oké. Már is kihajtunk a második kijáraton. Másodrendű úton szedjünk fel egy nőt, és hát... Jó, szinte még föl sem megyünk az autópályára, és már is lemegyünk az autópályáról. Utrecht irányába kell hatolni, azt írja itt nekem Laci. De jól megy, még meg is lesz a 45 órányi pihenő itt hétvégére. A 8 órás lerakó, körülbelül 10. Menjünk le az autópályára. Jó? Ez egyrészt arra kell menni. Másrészt sok mindent szeretnék megmutatni neked, mert olyan szép vagy. 10 óra körül meg tudok állni, és akkor hétfőn reggel 7-kor, ha kezdek, akkor az pont megvan a 45 órányi pihenő. Az úgy jó. És hát a parkolótól körülbelül 10 kilométerre van a lerakóhely. 11-12, valahogy úgy nézem itt a GPS-en. Menjünk le az autópályáról, mert már nagyon dühösek mindenki. Úgyhogy az úgy jó lesz, meg lesz a rendes heti pihenő, és akkor jövő héten akár lehet egy csökkentettet tartani, hogyha úgy alakul, hogy... Nem régóta ismerjük egymást, de mondanám, te tényleg csak azért, hogy számíts rá, hogy kompon hányok. Jó. Ja.
olyan hatalmas nagy, hogy simán 80-90-nel lehet menni, anélkül, hogy az ember ki akarna esni az autóból. Na, megyünk, haladunk. Na, nézd már, szélmalom. Még azt mondják, Hollandia a szélmalmok hazája, de hát alig-alig lehet látni egyet-kettőt. Ez is jól mutat, ez a fickó. Menjünk le az autópályáról, mert már nagyon dühösek mindenki. Közeledünk a parkolóhoz. Itt szépen lecsapatunk az autópályáról. Volt itt közben egy benzinkút, de hát eléggé hervadt parkolója volt, egy ilyen sáros, vizes valami. És a benzinkút épületéhez nem lehetett elég közel állni, még hogyha volt is internet, akkor is csak esetleg bentről lehetett volna. Úgyhogy ott inkább meg se álltam. Benéztem, végigurultam, aztán mentem tovább. A bringásokra is nagyon kell figyelni, mert ezek itt bicikliznek ész nélkül, nézd oda. Ő szerinte itt a balra kanyarodónak elsőbsége van az egyenesen haladóval szembe? Lehet. Nem tudom. Elég érdekesen nézett rám a fickó, hogy mi a túrót csinálok. Hát gyerekek, én úgy tanultam, hogy aki egyenesen megy, annak van elsőbsége. Nem tudom, lehet, hogy itt Hollandiában másképp működik, de azért nem vagyok benne biztos. Milyen csinos kis házak vannak itt is, kerítés sehol, ilyesmire nem költenek. Jó, hát itt van egy ilyen méteres talán. Mi az ott bent valami? Aha, ilyen kis turista. Turistákat szállító kis vonat. És itt van balra az én parkolóm. Ha jól sejtem. Hát remélem, hogy ez parkoló. Bal oldalon parkolj le szépen, csináld, amiért idejöttünk, és utána haladjunk. Valami truck, akármit ír. Na mindegy, ott az épület közelébe nézek egy helyet. Azt legfeljebb bemegyek, megkérdezem, hogy mi ez itt, meg van ott egy tábla, ha jól látom. Megnézem én azt a táblát, hogy azon mit ír. Ja, hát akkor megérkeztünk. Ez sajnos nem jött be. Itt hétvégén ezek zárva vannak, ki van írva, hogy hétvégén zárva, szombat, vasárnap. Ezek csak hétköznap vannak nyitva. És hogy itt parkolni azt nem, mert különben kerékbilincs, meg stb. Úgyhogy tovább kell menni. Hát elvileg nem messze innen van egy benzinkút.
és akkor ott fogok megállni. Hát ezt is tudom most már, hogy itt hétvégén nem lehet parkolni. Aztán lehet, hogyha az ember kifizeti pénteken a hétvégére is a parkolást, de hát be van zárva minden, itt se WC, se fürdési lehetőség, semmi. Ha csak nem fönt az emeleten. Nem tudom, oda nem mentem föl, mert az olyan privát dolognak tűnt. Na, haver, ideért színhely. Igen. Kerékpáros nem jön sehonnan. Na. Na mindegy, hát így jártam. De egy tapasztalattal több. Itt épp, hogy fölmegyünk az autópályára, ott van egy benzinkút, hát remélem ott is van lehetőség mindenfélére. Majd meglátjuk. Hát ha meg nem, akkor meg így jártam megint csak. Na meglátjuk mindjárt. Hát üdvözlet mindenkinek. Itt sikerült megállni végül is. Ez egy benzinkút, ahol sajnos semmi nincs. Se vendéglő, se internet. Csak sok-sok lengyel kamion. Na itt van a rakományunk. 12 köteg ilyen OSB lapszerű. Itt meg erősen rotyog a ebédnek való. Ha minden jól megy, akkor sert és pörkölt lesz belőle. Hát majd meglátjuk. Most keverek rajta egyet, mert úgy látom nagyon rotyog. Na hát illata jó, íze jó. Nem teljesen műtéti körülmények között van ez a konyha, de hát ez van tisztelettel. Ezt kell szeretni. Sajnos a hétvégi pihenőt az sikerült elrontani egy kicsit. Ugyanis indítottam az autót, mert merült az akkumulátor. És itt egy kollega most indul. És az történt, hogy átváltott a tahográf egyéb tevékenységre. És mire észrevettem, már 5 perce ment egyéb tevékenységen. Úgyhogy így megszakította a hétvégi pihenőmet, még úgy is, hogy még 24 óra sincs meg. Hát ilyenkor az az eljárás, hogy fogtam, kinyomtattam, ráírtam a papírra, hogy mi történt. Hát ott látszik, hogy az autó nem mozdult, csak egy helybe állt. Úgyhogy, hát ha valami olyan rendőrrel találkozok, aki mindenképpen meg akar büntetni, akkor ebbe esetleg bele fog kötni. Ha meg valami értelmesebb ember, hát az látja, hogy nem mozdultam meg az autóval, csak átváltott a tahográf. Na, úgyhogy itt telik a hétvége, majd holnap indulok tovább innen, még vagy 10 km a felrakó, vagy a lerakó. Jó reggelt mindenkinek! Hétvége véget ért, egy indulás van a lerakóhelyre. Szépen csendben eltelt a hétvége. Pörkölt egész jó lett. Volt még kelkáposzta főzeléken, azzal sikerült elfogyasztani. Hőmérsékletünk +4 fok, azt lehet mondani, hogy nincs túl meleg.
Azt ismered, hogy hol van a Vagbél? B4-es balra. Egyhén jobbra megyünk. Igen, elmentünk egyhén jobbra. Mit keres a kecskén, kobra? Forduljunk most enyhén jobbra. Tudod mit? Most egy picit hallgatok, és akkor utána még majd dumálunk. Oké, Laci. Jó. Úgyhogy megyünk a lerakóhoz. Közeledünk a iparterülethez, ahol ezt a céget meg kéne találni. A bal oldalon van. A GPS az azt mondja, hogy ő tudja. 500 láb után, nem ez nem az. Majd nem, balra majd. Na majd meglátjuk. Multiplát a cég neve. Nagy lendülettel. Még jó, hogy nem jöttem el idáig, ugye itt ki van téve a tábla, hogy parkolni tilos. Az első utcán jobbra, nem? Van egy információs tábla. A második tábla, utcán mindegy. És balra. Vagyom, mert azt mondja Laci, hogy ő tudja, hogy hol van. Ez az utca és ez a házszám. Én meg most hiszek neki. És azt mondja, hogy itt kell elmenni balra. És majd meséld el már, hogy mit csinálsz, jó? Nem mondom el az asszonynak, esküszöm, nem mondom el. De, és akkor utána megyünk a végcélhoz. Na nézzük csak. JSB Transport az van itt. Mondjuk Laci ott egész az utca végén mutatja. Ő szerinte ott van. Ez a multiplát. Befordulok én ide jobbra. Ott van egész a végén. Ja, értünk. Én mellesleg vidám vagyok, mert már a felé vagyunk az útnak, már ugye elméletileg, mert ez egy ilyen hát, célpont volt, és szeretném, ha utána gyorsan tovább mennénk. Oké. Okay. Na várjál csak, mi a túlót lehetne itt csinálni. Hova álljak? Na jó van, majd ki... Na most ráállítottam a jobboldali tükörre a kamerát, ugyanis ott jobbra-hátra kell betolatni egy udvarba, ahova az előbb orral mentem be, csak aztán végül is ki kellett jönni, megfordultam. Hát, hogy látható legyen, hogy úgy nagyjából mit lehet látni abból a tükörből, vagy esetleg mit nem. Mert vannak pillanatok, amikor túl sokat nem. Most itt egy picit már alá kell törni. Csak a túloldalra is figyelni kell, mert ott meg áll egy személy autó. Pont a, sőt nem is egy-kettő. Igen, közben süt a nap. Gyönyörű.
gyönyörűen, de a platóra, vagy mi az, ponyvára. Ó, csináltam ezt most nagyon. Nagyon alá szedtem, igen, megyek neki az épület sarkának, ahogy látom. Kicsit vissza. Igen, süt a nap bele a tükörbe, az most pont nagyon jó. De mindegy, már árnyékba megyünk. Próbálni úgy berakni a gépet, hogy mindkét oldalról hozzáférjen a targonca. Aha, kicsit balra kell tenni. Egy. Látom, körülbelül ez lesz az anyád a rükvercos, recsegős mindenit. Körülbelül ez lesz az a beállítás, ahol mindkét oldalról hozzáfér a fickó. Jó, megérkeztünk a rakodáshoz.